Hát megértünk megint Tatrára, illetve hát ugye megérkezett a Dánter is, és hát köszönhetek. Ha már megértünk, akkor rajta a széket, rajta valakit nyilván fején lefele raktam, akkor le most van. Ja. Jó koszos lett szegény dollár. Elég szar időt mondanak mára. De egész hétre, hogy nézzük, akkor én ugye nyilkes nyártás az út. Arra meg még csúnyabb felhők vannak. Hát, max megázunk. Nem olyan nagy húz. Tészta csúva lett szegény. Ajajaj. Nagy takarítás van, de... És következett, ugye, hogy szépen megállóból elindulunk hazafele, és hát nem volt velünk egyes az időjárás, maradjunk úgy, de mindjárt látni fogjátok. Egyébként elég jó idő volt, ez itt a erdőben, ugye a fáról lepüttyenő esők végett, egy kicsit nedvesebb az út, de ennyi igazából. No, de nézzük tovább a videót, hogy alakul a lauti esőtesz. És hát ugye eleredt az eső, de minthogyha dézsából öntötték volna. Fú, nagyon elkezdett szakadni. Hát hirtelen gondolkodtam itt, mikor őket utolértem, hogy mondom, szegény kislányt valahogy gyorsan elszállítani a megállóig, de hát mondom, anyja úgy sem engedte volna. Úgyhogy... Hát... Jól megásztak, maradjunk ennyibe. Ugyanúgy, ahogy én is. Tehát itt ez alatt a rövid út alatt, hát ugye nyilván próbáltam neki valamennyire nyomni, de hát minél gyorsabban mentem, annál szarabb volt, mert annál jobban kaptam a vizet, ugye. De majd látjátok, hogy mennyire is esett az eső. Picit alább hagyott, pont míg beérek a megállóig. És utána kezdődik a had-elhad. Kérem szépen, jól Na kérem, hát az van, hogy hát rendesen elkapott minket az első. Úgyhogy egy csiga tempóba megindulunk azért hazafele. Hát sajna a hatótáv teszt az mára elmaradt. Jó, tízszer legyek.
fel kell húzni a kabátot, mert le kell húzni, be kell kapcsolni a kabátot, a gombokat. Hát rendesen elkapott minket az eső, jó nagy zuhé volt. Hát ilyen siga tempóba végig kolbászol, mit tetsz? Tegnap jó idő, tovacsár. Mára megkaptuk ezt a rakitallér időt. Thank you.
érzik az autóval. Na kérem, az út további részébe úgy döntöttem, hogy mivel láttam, hogy maga az időjárás olyan, hogy valószínűleg ki fog sütni a nap, hát mondom, már úgyis vizes vagyok, ez a pár apró tócsa, ami ugye megmaradt itt a egyenes úton, bár gondolom látjátok a videóban, mondom, annyira nem érdekel, jobban fázok, mint hogy az érdekeljen, hogy egy kicsit összever a roller vízzel, úgyhogy hát igazándiból egy kicsit húztam neki. Ugye nyilván már el volt dobva a hatóság teszt, hatóság? Igen, a rendőr bácsi tesztet eldobt. A hatótáv teszt ugye el lett dobva, mert ilyen az idő, hogy nem igazán tudok így lemenni 100 kilométert, mert most megjön egy zuhé, azt utána várni egy órát, megint értitek, mire akarok kiukadni. Úgyhogy ugye inkább úgy döntöttem, hogy húzzuk akkor neki hazáig. Egyébként rövid távú tapasztalat a Dánper, tényleg annyi, hogy ma jött meg. És hát a felszerelése igazándiból, mint a fajék, tehát hogy én nem nagyon kell vele tökörészni, hogy vajon hogyan is kell felszerelni minden adót, mindent. Ha az ember egy kicsit gondolkodik, simán fölbírja szerelni. Igazándiból 24 állása van a dumpernek, és hát nyilván 24-esben olyan kemény, hogy konkrétan a hátuljával kell kanyarodni, nem az elejével, mert olyan szinten fogja. Nyilván én ilyen 5-ös állás környékét favorizáltam, mert ugye először 12-re raktam, tanulva abból, hogy egy ilyen külföldi videós csinált róla a történetet, hogy fönn van neki a damper, azt ugyanúgy szitál. Hát meg kell húzni azokat a francos kormánycsavarokat, illetve ami tartja a C-konzolt, a első villát, és akkor nem fog rezonálni. Kicsit feszíteni kell a teleszkópon, hogy ne legyen annyira full puha, és nem lesz gond. Itt egyébként elég jó sikerült húzni a történetnek, tehát ilyen 65-70 körül jöttem lépésben, nem kilométert per órában. úgyhogy a dumperrel a tapasztalat így rövid távon, hogy ugye rolleren azért, hogyha irányt akarsz jelezni kézzel, hát azt nagy sebességnél nem igazán ajánlott elengedni a kormányt egyik kezeddel se, viszont a dumperrel ez tökéletesen megszűnt, illetve a kis mókolásomnak köszönhetően atom stabilan fut a járgány, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Amit sajnálok, hogy a maga a hatótáv teszt az most így nem jött össze, ugye ez egy amúgy is egy lassabb teszt lett volna, ez csak egy ilyen 30 és 40 km per óra közötti teszt lett volna. Hát mindegy, majd lesz még jó idő, ebben Google. Egyébként visszatérve, ha már így alakult ez az első teszt, aki kíváncsi rá, hogy hogy alakult a történet vége, annak annyit elmondok, hogy igen, túlélte a Lauti, az ég ott a világon semmi baja nincsen, nem ázott be. De jó koszos lett, mire hazaértem, mert azért látjátok,
elég sok tócsába belementem. Szó, esőt, teszt kipipálva, bírja az esőt is a járgány. Úgyhogy találkozunk legközelebb, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, esetleg iratkozz fel a csatornára. Hozzászólásba pedig kérdezz nyugodtan. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Hello, hello, hello.